Tamási Város képviselőtestülete 19 napirendi pontot tárgyalt legutóbbi ülése alkalmával. A városban működő intézmények, alapítványok éves beszámolójának elfogadása mellett pénzbeli támogatásokról is döntés született a délután folyamán. A civil szféra számára elkülönített keret felosztásáról határoztak a képviselők. Idei évben a tavalyihoz képest egy kicsivel nagyobb összeg áll rendelkezésre, 8,6 millió forint került felosztásra 24 civil szervezet között. Aki érvényes pályázatot nyújtott be, az mindegyik civil szervezet támogatásban fog részesülni, mondhatom, hogy a korábbi évekhez hasonlóan. Két alapítvány részesül szintén az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően kiemelt támogatásban. Az egyik a Tamási Gimnáziumért közalapítvány, a másik pedig a Tamási Szakképzésért alapítvány. Az önkormányzat számára fontos, hogy a városban működő középiskolák jól teljesítő tanulói plusz támogatást kaphassanak oktatási intézményüktől ebből a forrásból. A civil szervezetek rendezvényszervezésre, eszközbeszerzésre, utazási költségeik fedezésére nyújthatták be támogatási kérelmeiket. A városban működő valamennyi szervezet élt a pályázati lehetőséggel. Egyrészt fontos az, hogy lássuk azt, hogy milyen célra pályáznak ezek a civil szervezetek. Emellett fontos elvnek tartjuk azt, hogy aki egy jó cél érdekében nyújtott be pályázatot, az mindenképpen akár csak egy kisebb összeget, de legalacsonyabb összeg a 100 000 forint, a legmagasabb pedig közel 2 millió forint. A civil szféra számára fenntartott 8,6 millió forintból a szervezetek nagy része rendezvényeket fog lebonyolítani, színesítve ezzel Tamási városának mindennapjait. Az ülés alkalmával több beszámoló is elhangzott, többek között a közétkeztetési non-profit Kft., valamint a Vagyongazdálkodó Kft. 2022. évi munkájáról és gazdálkodásáról. 2020-ban szervezte át az önkormányzat a gazdasági társaságokat egy cégcsoportban, Tamásiban. Ez négy társaságot érint, a Tamási Vagyongazdálkodó Kft. Lett a másik háromnak a tulajdonosa. Ezek a Tamási Közétkeztetési Nonprofit Kft., a Tamási Szolgáltató Kft., illetve a Tamási Városüzemeltető Kft. Ezekre a társaságokra és mint minden gazdasági társaságra vonatkozik az, hogy május 31-ig közzé kell tenniük az éves beszámolójukat, és így miután cégcsoportban dolgozunk, ez gyakorlatilag az én feladatommá vált, hogy együttműködve az ügyvezető igazgatókkal, illetve könyvelődákkal ezeket a beszámolókat elkészítsük. Márciusban megvolt a Tamási Szolgáltató Kft. Beszámolója. Sikerekről azért nehéz beszélni, de hogyha megnézzük a 2021-22-es éveknek a gazdasági környezetét, akkor szerintem abban valószínűleg a versenyszférában dolgozó ügyvezetők is egyetértenek velem, hogy már az is sikernek nevezhető, hogyha nincsen bal siker. Egyébként szerencsére ugyan minimális mértékű, de minden egy társaság esetében pozitív gazdasági eredmény, adózott gazdasági eredményről tudunk beszélni. Mi a közétkeztetési feladatok mellett egyébként lakossági közületi szolgáltatást is végzünk. Ebben mondjuk mi piackövetőek vagyunk, tehát nem akarjuk egyébként a piacot diktálni a helyi vállalkozók előtt. Szállítunk ki napi menüt, illetve rendezvényeket is bonyolítunk le. A rendezvények volumenében azért visszaesés van, mert azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag horrorisztikus árakról beszélünk, mondjuk már egy lakodalom esetén régebben, nem, ez körülbelül a fele volt mondjuk 3 évvel ezelőtt. Az ügyvezetőtől azt is megtudtuk, hogy ebben a hónapban a termálfürdő szolgáltatásai is bővülnek. Május 13-án mindenképpen nyitunk, mert ez egy szombati nap, onnantól szeptember 30-áig pedig, hogyha nem történik semmi rendkívül esemény, akkor mindennapos nyitvatartással várjuk a vendégeinket. Föltöltjük a kinti medencéket, a két termálmedencét, a gyermekmedencét, a pancsolót. Az úszómedencénél van annyi, hogy azt június 15-től a nyári szünet első napjától tervezzük nyitva tartani. Lesz vendéglátás is, a lángosozó, illetve a túrapont épülete gyakorlatilag étteremként, vendéglátóhelyként fog üzemelni. Lesz fagylalt, minifánk, vattacukor, üdítő, reméljük jókedv, napsütés.